talán azért nem érzem annyira sikeresnek ezt az életutat, mert azt, ér, azt, érzem a mai napig, hogy mindig újra kellett kezdeni. És valahogy ez az újrakezdés, ez, ez egyrészt csodálatos ebben a pályában, hogy minden egyes próba folyamatnál te újrakezdesz, újra kezdesz, de valahogy itt az országok ugrálásában is mindig új, valahogy nagyon előről kellett kezdeni, és nem tudtam a tegnapi sikereimet felmutatni soha. Üdvözlöm a kedves nézőket! Felvidék sok tehetséges színésszel és színésznővel büszkélkedhet, akik sok esetben nem csak a magyar, hanem a szlovák és a cseh színházakban, filmekben is sikert sikerre halmoznak. Ma is stúdió vendégünk Gubik Ágnes, Zselízi származású Budapesten élő színésznő. Aki legyen szó filmekről, sorozatról vagy színházi szerepekről, mindig kihozza magából a maximumot. Ági, köszönjük, hogy itt vagy nálunk. Én köszönöm a meghívást. Elki, sokan úgy tartják, hogy a színészi pályára születni kell. Te mit gondolsz erről? Te fel tudod idézni azt a pillanatot, mikor tudtad, hogy ez a te utad? Igen. Konkrétan emlékszem arra az esetre. Azt hiszem, hogy hetedikes vagy nyolcadikos lehettem, egy nyári tábor volt, ahol rögtönözni kellett tábortűz mellett egy műsort. És ugye minden évben készültem vers és prózamondó versenyekre, szóval mindig volt a, a tarsolyomban valami, amivel elő tudtam rukkolni és elkezdtem mondani egy, egy szöveget, amit, amit éppen a, a, amivel a, a, azon az éven versenyeztem, és elkezdett zuhogni az eső ilyen nyári zápor, de, de ilyen tényleg erős eső. És nem mozdultak az emberek, csak figyeltek a tábortűz mellett. És, és, és várták, hogy, hogy befejezzem, és mindenki bőrigázott, és, és éreztem azt, hogy, hogy ennek milyen ereje van, hogy csak ott állok, és egy tábortűz mentén elmondok valamit, egy történetet, és az hat az emberekre, és, és hogy ez milyen erős ez a, az az energia is, ami visszajön a nézőktől. Ez meghatározó Ez volt. meghatározó. Igen. 18 évesen költöztél el ugye Zselízről, Igen. Bozsonyba, a Színművizeti Egyetem miatt. Igen. Mennyire volt nagy a kontraszt a szlovák közeg, az, ami ott fogadott téged? Akkor még ugye főiskola volt, később lett egyetem. Nagyon nem, nem gondoltam, hogy ez nekem sikerülhet. Tehát volt, volt egy Esélytelenek nyugalma bennem, tehát azt gondoltam, hogy Zselizről, kisvárosból, színházi tapasztalat nélkül biztos, hogy nem fognak felvenni. Én kicsit meg is rémültem előtte, azt hiszem, hogy már előző nap azt mondtam, hogy mégsem megyek el felvételizni, de mivel kifizettük a 200 korona, még arra is emlékszem nevezési díjat, vagy hogy tehát volt ilyen jelentkezési díj a főiskoláknál, ezért anyukám azt mondta, hogy, hogy, hogy most már befizettük, akkor menj el, próbáld meg de tényleg nem gondoltam, hogy első neki futása felveszek, nem voltam erre felkészülve. Persze nagyon örültem neki, de, de, nem tudtam, hogy mi vár rám. Szerintem nagyon tapasztalatlan voltam, nagyon naiv, ami, ami, nem baj, mert azok a hatások, vagy azok az ösztönös dolgok, ami akkor kijött belőlem a főiskolán, az szerintem nagyon jót tett az én fejlődésemnek, vagy a pályám alakulásának. Az, az volt a nehézség inkább, nem csak a szlovák közeg, hanem az, hogy, hogy nagyon ismeretlen volt minden, nagyon új, új, új volt ez a világ, amiben belecsöppentem, de ez talán így volt jó, ez így volt jó. Pozsonyi Színművészeti Egyetem elvégzése után, ugyebár neked három országban is kinyílt a lehetőségek kapuja, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is aktívan játszottál is játszol. Mennyire különböznek egymástól ezek az országok, ha így a színészi játékot veszük figyelembe? A karakterek, amiket játszottál, mennyire különböztek egymástól, vagy épp hasonlítottak. Mm -hmm. Hát nem, inkább nem hasonlítottak, és ez jó is, hogy nem skatujáztak be éppen azért, hogy egészen más szerepeket kaptam Csehországban, mint, mint Magyarországon, vagy mint a szlovák film. Nem tudom, nem tudom. Az ember, amikor kap egy, egy vagy egy színész, amikor kap egy szerepet, nem keres, nem keres a kérdéseire választ, hanem örül ennek a lehetőségnek, csinálja. Soha nem kérdeztem meg például a rendezőtől, hogy miért, én Miért éppen engem választott? Mert azt gondoltam, hogy ez egy olyan titok, amire, amit, amire nincs szükségem, hogy ezt tudjam. Vagy ha tudom, akkor lehet, hogy elkezdek ezt szerint viselkedni, és az nem jó. Szóval soha nem akartam válaszokat ezekre a kérdésekre. Ha visszatekintesz a rendkívül sikeres szakmai életutadra, melyek azok az állomások, amelyek a legnagyobb hatással voltak rád, amelyre a legszívesebben emlékezel vissza most így? Milyen érdekes, hogy nem biztos, hogy én ezt annyira sikeres életútnak látom, ez, ez az egyik. Persze kívülről nézve, vagy eltávolodva dolgoktól biztosan nagyon sok dolog történt, és nagyon sok, ami gazdag tehát nagyon sokféle, sokszerű lehetőség volt, ami jó. Viszont talán azért nem érzem annyira sikeresnek ezt az életutat, mert azt, ér, azt érzem a mai napig, hogy mindig újra kellett kezdeni. Tehát mindig előről kellett kezdeni. Ugye elvégeztem Pozsonyban a főiskolát, jött a Kassa Itáliától, majd a, a Komáromi Jókai Színháztól is, nagyon szép, nagy szerepek, főszerepek, címszerepek, felkérések, de amikor elkerültem Magyarországra, ott újra kezdtem nem tudtam azokkal a sikerekkel jönni, hiszen nem ismerték sem a főiskolás dolgaimat, sem amit Komáromban kassán játszottam. Tehát újra kezdtem. Volt Szolnokon négy évad, amit ott töltöttem, de ez sem számított Magyarországon semmit, mert Budapesten nem nagyon figyelték a vidéki városban eljátszott szerepeimet. Szóval amikor Budapestre kerültem, akkor újra kezdtem az egészet. És valahogy ez az újrakezdés, ez, ez egyrészt csodálatos ebben a pályában, hogy minden egyes próba folyamatnál te újrakezdesz, de valahogy itt az országok ugrálásában is mindig új, valahogy nagyon előről kellett kezdeni, és nem tudtam a tegnapi sikereimet felmutatni soha. Hogyan érted meg ezeket az újrakezdéseket? Hát egyrészt frappírozott is mindig, hogy új, új, helyzet van, új emberek, új közeg, de valahogy, ö, valahogy mindig egy, egy folyamat megrekedését is átéltem ezzel. Budapestre ugyebár szerelem miatt költöztél, a férjed miatt, akivel Komáromban ismerkedtem meg, igen. ott rendezett engem a Tártőf című darabot. Gyermekem is egyébként, aki ma már 20 éves komáromban született, a komáromi kórházban, éppen a színházzal szemben, ha ott járok, mindig erre gondolok. Nem csak a szerelem volt, hanem a, hanem a, lehetőségek a nemzeti, budapesti új nemzeti nyitó előadásába hívott Szikora János, aztán ő hívott Szolnakra is mindkettőnket. Tehát, hogy ezek inkább ilyen nem voltak tervezett utak, hanem így alakult, vagy hagytam, hogy sodródjak az árral. Színházi szerepekben, filmben, sorozatban láthattunk már téged. Melyik millió áll a legközelebb? Tudsz választani? Nem, közül? Nem, nem lehet választani. Nem? A, az, az az mindegyik a más, mindegyiknek megvan a szépsége, a hátulütője is. Az jó, hogy, hogy, hogy volt lehetőség, vagy van lehetőség mindegyikre. Barátok közt című sorozatban például egy könyörtelen hölgyet játszottál, aki még ugye gyilkolt is. Melyek azok a karakterek, amelyek nagyon közel állnak hozzád, és úgy jól érzed magad bennük, és melyek azok, amelyek távol állnak tőled? Hát azért minél távolabb egy karakter, annál nagyobb az élvezet, vagy annál na nagyobb az esély arra, hogy olyan dolgokat is kipróbáljunk, ami, ami egy, amit egyébként nem. Szóval szeretem az olyan karaktereket, amelyek távol állnak tőlem. Meg hát a színészi fantázia az, az azért nagyon be tud indulni, meg olyan dolgokat is ki tud belülünk hozni egy egy extrém szerep, amit nem is gondoltunk volna, hogy bennünk van, és ez jó. Találkoznak a felvidéki színészek egy-egy forgatáson. Van egy kis ilyen összekacsintás vagy bizsergés? Igen, ugye, nagyon hogy egy, jó találkozni. Ugye, hogy egy helyről jöttetek Igen, és boldogultok. Igen. Igen. Így tudom én is elképzelni. Igen, meg most volt, az is nagyon jól hatott rám, tavaly, vagy tavaly előtt, tehát mindegy, a közelmúltban, Bandor is és Varganikóval találkoztam újra egy színházi dolog során, ami, amiben aminek Varganikó volt a producere is, tehát egy ilyen saját produkció volt, és nagyon örültem nekik, hogy újra együtt dolgoztunk. Azt éreztem, hogy, hogy annyira jól ismerjük egymást, és félszavakból is értjük, meg nagyon egymásra tudtunk hangolódni a munkában, hogy egyre több ilyen jó lenne újra találkozni. Nagyon jó volt, nagyon szerettem azt a munkát. Mennyire nehéz egyébként összeegyeztetni a karriert a magánéleteddel? Mennyire volt az nehéz, hogy visszatekintesz? Hát, amíg kicsi az embernek a gyereke, addig nagyon nehéz, és valahogy akkor történik nagyon sokszínű dolog az emberrel, vagy hogy akkor kellett talán a legtöbbet utazgatnom, Pozsonyba, Prágába, akkor volt a legtöbb forgatás, amikor kisebb volt a gyermekem, most, hogy felnőtt már, és most, hogy már nem kéne igazából, úgy nincs rám szüksége, hogy napi tehát szinten hú, otthon legyek, vagy, 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 vagy hogy lefekvésnél az esti mesénél, most kevesebb ez a dolog. Tehát, hogy milyen érdekes az élet, hogy nem akkor, tehát inkább a, amikor nehezebb megoldani, akkor, akkor, akkor jönnek ezek a rengeteg utazással történő dolog rólad nem sok olyan cikket olvashatunk az interneten, ami tipikusan ez a bulvár sajtó lenne. Ezt soha nem tudatos? tudtam igazán, tudatos, igen, tudatos, de soha nem tudtam igazán megszokni azt, hogy, hogy a bulvár jelen van, és hogy, hogy az emberről írnak. Tehát, hogy én inkább az a fajta színész vagyok, aki ezt oly mértékben, nem is azt mondom, hogy távol tartom magamtól, hanem, oly mértékben érint rosszul, hogy, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, és nem tudok ebben jól, jól viselkedni szerintem. De nagyon szívesen beszélek a pályámról, vagy a, nagyon szívesen adok mély interjút, de hogy, hogy a, a ugye a bulvárt nem az a része érdekli, hanem a, csak, csak is a magánéleted. És ezzel, ezzel én soha nem tudtam, nem tudtam mit kezdeni, és nem tudtam ebben jól viselkedni soha, hogy ezt, hogy, 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 ezt hogyan kell kezelni. Hát igen, azért a bulvár sajtóban ez köztudottan úgy működik sok esetben, hogy kilagadjuk a kontextusból, aztán egy teljesen más képet festünk az Meg illeti... hogy olyankor is írnak rólad, amikor nem is nyilatkozol, vagy hogy most éppen a közelmúltban volt egy olyan helyzet, ami teljesen magánjellegű, de teljesen, és, és videót készítettek arról a, arról a dologról, és ezt én oly mértékben. Érzékenyen érint? E nagyon érzékenyen érint, szerintem ez. ez tehát, hogy van, -e, van egy határ, amit szerintem nem szabad nem szabadna átlépni a bulvárnak. És a karrieredre milyen hatással van az, hogy így próbálod a távolságot tartani? A mai világ nagyon arról szól, hogy, hogy te az Instán állandóan posztol, hogy követőket mutas fel, én, én, ezt nem tudom csinálni, és nem is akarom. Tehát ezt is valahol, valahol, legbelül elutasítom, mert nem, mert nem gondolom, hogy, hogy nekem az energiáimat ebbe kéne fetszölni. Mert nekem ez nem megy. A bőrnemben van egy nagyon fontos mondat, ami, amikor azt mondja a főszereplő, hogy videóztam a lányom születését, ezért nem, nem vettem részt, nem voltam jelen és annyira ezt érzem én is, hogy ha mindenről videót készítek és felrakom, akkor nem vagyok, be, nem vagyok részes az életemnek, nem vagyok annak a pillanatnak a, a, részese. Hogy látod ezt? Milyen irányba fejlődik? Talán jó irányba fog fejlődni, mert azt látom a fiataloknál, a, tehát nem a a hanem már a kis hogy már unják ezt a... Jön, hogy már, már, el, igen, már, már megunták ezeket a dolgokat, úgyhogy remélem. Hogyan látod a szlovákiai és a magyarországi film és színház életet? Milyen irányba fejlődik? Ugye már már jó két évtizede benne vagy ebben a szakmában, sőt, talán már több is. Ha összehasonlítod a kezdeti időkkel, milyen irányba fejlődünk? Hát születnek jó filmek. Születnek jó filmek, úgyhogy én bizakodó vagyok. Mindhárom országban szerintem nagyon jó alkotások vannak. Vannak még beteljesületlen vágyaid, álmaid? Nem biztos, hogy hogy el kell játszani az embernek a szerepálmát, mert akkor túl nagy a megfelelési vágy, és nem lesz az a fajta lazaság, meg szabadság, ami kell hozzá. Úgyhogy ezt tudatosan próbáltam leépíteni, hogy, hogy legyenek szerepálmaim. Hát talán kicsivel több csehovot meg lehetett volna játszani, a pályakezdetek, pályakezdés semnél ezek elkaptak, ezek a szerepek, aztán, aztán egyre kevésbé. Molnár Ferencet nem játszottam például, egyetlen alkalom sem volt, pedig valahogy azt érzem, hogy a Molnár Ferenc női szerepek kiáltanak értem, és valahogy elkerült. Úgyhogy remélem, hogy ilyen lehetőségek lesznek még. Ha te felébredsz reggel, úgy érzed, hogy egy sikeres életút van mögötted, őszintén? Mert olyan, olyan azt érzem rajtad, hogy mintha nem szívesen beszélnél hát a Hát nem, mert sikereidől. van egyfajta kiábrándultság szerintem. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs. Ez sok mindennek köszönhető. A Covid időszaknak is, ami nagyon-nagyon ami nehéz volt, nem csak a művészek körében, hanem úgy általában mindenkinek. Tehát ott azért mindenkinek egy picit megbicsaklott az élete. De hát ezen túl kell lépni, vagy, vagy ennek az előnyeit kell. A szabadúszó létnek sincs, tehát hogy az is nagyon sok nehézséggel jár szerintem, hogy az ember szabadúszó, tehát nincs egy olyan közeg, ahol, 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 mind, ahol várhatod, hogy, hogy, mindig jönnek majd szépen a, 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 következő szerep, a következő lehetőség, hogy annyira, ne, legyen annyira küzdelmes. Hát nem tudom, nem tudom szerintem. Az életkoromnak is köszönhetően van egy, van egy válság, amiben az ember úgy benne van, úgy érzed, hogy az akkor, amiben most te benne vagy, ez, ez olyan holdpontnak számít ebben szerint, a szakmában? Szerintem igen, szerintem igen. Tehát, hogy jó lenne... Hát nem tudom, talán kicsit többet gondolkodik az ember, mint fiatalabb korában, ami szintén természetes, hogy, hogy akkor valahogy úgy vissza lendület, és hogy nem gondolunk bele dolgok, Most egy picit talán több a gondolkodás is, ami, ami, ami jó. Romis Schneider, aki nagy kedvencem, ő mondja az egyik interjújában, hogy hát ugye az nagyon nehéz azért ebben, hogy nem tudom elmondani, nem tudom a fiataloknak elmondani, hogy, hogy mi, hogy mi tanulható ebben a dologban, mert igazából semmi, és mégis minden. És azért ez is úgy benne van ebben az életszakaszban is, hogy már annyi mindent tudunk róla, de mégis van egy olyan nagy titok, ami, ami, tehát amit, amit nem lehet elsajátítani. Ez egy csodálatos végszó volt, Ági. nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Én biztos vagyok benne, hogy még csodálatos szerepekben láthatunk téged indulni. Köszönjük szépen, hogy önök is velünk tartottak. Viszontlátásra!